Sok szeretettel köszöntöm a televízió nézőket, áldjon meg minket az Úr. Ezen a héten sok mindenről volt már szó az egyház működésével kapcsolatban, hogy Istennek az a terve, hogy mi megismerjük Isten kegyelmét, hogy növekedjünk az ő szeretetében, az ő megismerésében, hogy felfedezzük a mi lelki ajándékainkat, és hasznosan szolgáljunk a mi közösségünkben. És ma arról szeretnék szólni, hogy mindez hogyan lehet valóság, hogyan lehet erővé a mi életünkben. Így tanít Pál apostol az 5. fejezetében, az Efézusi levélben. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak, éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg lélekkel, mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket, énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Úrunk Jézus Krisztus nevében. Arról beszél Pál apostol, hogy ne esztelenül éljük az életünket, hanem bölcsen. Ez már az Ószövetségben is tetten érhető igazság a bölcsességi irodalomból, hogy kétféle embert különböztet meg a Biblia, az egyik a bölcsember, a másik a bolond ember. Hát még Jézus is használta ezt a kifejezést, hogy bolond bizonyos ember. Hát nem szívesen halljuk, hogyha valaki ezt ránk mondja, ezt a jelzős, hogy te bolond vagy, de az Isten megteheti, hiszen Isten mindent megtehet, még azt is mondhatja egy embernek, hogy te bolond vagy, esztelen vagy. A bolond ember az az ember, aki nem aszerint éli az életét, amit az Isten gondolt róla, aki csak a saját feje után megy, aki csak sodródik a világba, és azt se tudja, hogy merre tart az élete. Azt mondja a Biblia, ne éljetek bolondul, ne éljetek esztelenül, hiszen az idők gonoszak. Ne csak úgy beleéljünk a világba, ne csak úgy sodródjunk a világgal, ne csak úgy teljenek el a napjaink, az időnk fogjon el, hanem legyen az időnknek jelentése és értelme, hogy hasznos dolgokkal töltsük meg az életünket. Hogy amikor visszatekintünk majd életünk végén az életutunkra, akkor elmondhassuk, hogy igen, büszke vagyok az életemre, hiszen tudom azt, hogy amit az Isten rám bízott, azt én megvalósítottam, azt megéltem. És ne úgy tekintsek vissza az életemre, hogy mindezt megbántam, hogy annyi sok rossz dolgot tettem, annyi sok mindent kimaradt az én életemből. Bölcsen éljük az életünket, mert az idők gonoszak. Ebben benne van az is, hogy az idők azért gonoszak, mert rövidek, mert elfogynak, mert az életünk is lassan lepereg. Másik oka az, mert valóban gonosz ez a világ. És ebben a gonosz világban kell nekünk bölcsen élnünk az életünket. És hát milyen módon élhetjük bölcsen az életünket? Nem saját bölcsességünk által, hanem azáltal, hogy Isten szent lelke betölti a szívünket. És erre van szükségünk nekünk minden egyes napon, hogy az Isten betöltse a mi életünket. A Szentlélek a hívő ember életében olyan, mint az autóban az üzemanyag. Hogyha kifogy az üzemanyag, akkor az autó nem megy sehová. Lehet az az autó egy nagyon drága autó, lehet egy nagyon olcsó autó, de tulajdonképpen, ha nincs benne benzin, akkor egyformán egyik sem vezet sehová. Ha viszont betölti üzemanyaggal az ember, ha feltankolja, akkor száguld az autó. És ugyanúgy a mi életünk is, lehetünk bármilyen okosak, bármilyen műveltek, még akár teológiailag is, ha nincs bennünk a Szentlélek, akkor nincs bennünk erő, akkor nincs bennünk lelkesedés, akkor nincs bennünk hit, szükségünk van arra, hogy Isten betöltsön bennünket. Ezt viszont kérnünk kell. Isten előtt kiönteni a mi szívünket, és kérni, hogy te töltsd be minket a Szentlélekkel.